Sziasztok, a mai videóban a Turing Machine fogom nektek bemutatni. Alan Turing. Alan! Angol matematikus, akit a modern számítástechnika atyának tartunk. Ez a játék pedig valamilyen módon neki állít emléket, ugyanis ebbe a dobozba is egy számítógépet fogtok találni. A játékban egy kisebb verseny van, ugyanis egy háromjegyű kódot kell megfejteni. Az a játékos, aki előbb töri fel a kódot mindenki előtt, megnyerte a játékot. De mielőtt részletesebben megnéznénk a játékmenetet, nézzük meg, hogy milyen alkatrészek találhatóak ebben a papírból készült gépben. A dobozban találhattok egy szabályfüzetet, 45 számozott különböző színnel ellátott lyukkártyát, 48 darab feltételkártyát, 95 darab igazolókártyát, egy jegyzettömböt 50 darab lappal, egy összeszerelhető lyukkártyatartót, egy letörölhető filctollat, 4 darab paravánt, és végül egy gépet. Hogy már említettem, a játékban egy háromjegyű kódot kell kitalálni. De hogyan tudjátok ezt kitalálni? Hát nem máshogy, mint hogy kérdezitek a számítógépet. Minden fordulóban maximum 3 kérdést tettek fel a számítógépnek, és ez alapján kell kikövetkeztetni a különböző számokat a kombinációkból. De nem lesz olyan könnyű dolgotok, ugyanis versenyeznetek kell egymással, aki előbb kitalálja a 3-4-es kódot, megnyerte a játékot. A szabályfüzetben 20 feladvány található, viszont ha mindegyiket megoldottátok már, elég csak egy okos eszköz, beolvastok egy QR kódot és milliónyi más feladványt találhattok az interneten. Amikor kérdéseket tesztek fel a számítógépnek, olyanokra kell gondolni például, mint hogy a sárga az nagyobb, egyenlő vagy kisebb, mint 4, a lila esetleg a legkisebb szám, vagy a kék kisebb, mint a sárga. A forduló elején mindig kiválasztatok egy háromjegyű számot, és lyukkártyákból összeállítjátok. Ha ez megvan, már is tehetitek fel a kérdéseket a számítógépnek. Én például az első fordulóban kiválasztottam, hogy itt a kódom 325 lesz. Ezután feltetek egy kérdést a kompjúternek. Azt fogom megvizsgálni, hogy ez a sárga szám hogyan viszonyul a 4-eshez, de nézzük meg, hogy hogyan működik. Ez nem kell más tennem, mint ez a feltételkártyához kapcsolódó igazolókártyát megfogok és beleillesztem a lyukkártyám mögé. Itt például arra voltam kíváncsi, hogy ez a szám hogyan viszonyul a 4-eshez. Ez az X azt mutatja, hogy a kódban szereplő szám az nem lehet kisebb, mint 4, tehát vagy 4-es lehet, vagy 5-ös. Tegyük fel, hogy egy későbbi fordulóba módosítottam a számomat 345-re. És ugyanezt a kérdést fogom feltenni a számítógépnek. Nézzük meg, hogy akkor mi történik. Becsúsztatom a lyukkártya mögé, és látható, hogy itt most egy zöld pipa jelent meg. Tehát ez azt jelenti, hogy az itt lévő szám az egyenlő 4-gyel, és sikerem volt, ez pont 4. Innentől kezdve tudhatjuk, hogy a kód középső száma az bizony a 4-es. Ilyen és hasonló módon kell kikövetkeztetnetek a számokat. Fontos megjegyezni, hogy minden fordulóban csak 3 kérdést tehettek fel a számítógépnek, és ha valamelyik forduló végén valaki úgy érzi, hogy megfejtette a kódot, ellenőrizzétek le, hogy igaza volt-e. Ha igaza volt, ő nyerte meg a játékot. Viszont ha tévedett, kiesett az egész játékból. Nem kell megijednetek, nem kell matek zseninek lenni ahhoz, hogy játszhassatok a Turing Machine-nel, ugyanis itt van az a kis segédlet, ami mindenféle jegyzetet írhattok, beírhatjátok a tippeiteket, mi az, amit már tudtok, mi az, amire gyanakodtok. Ráadásul itt van ez a látványos kis paraván, ami mögé minden titkos információt elrejthettek. Így működik nagy vonalakban a Turing Machine. Ha megtetszett a játék, megtaláljátok szaküzleteink polcain, illetve a webshopunkon. Hasonló videós tartalmakért iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, de megtaláltok minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. A következő videóig jó kultfeltörést, én Dávid voltam, sziasztok! És hogyha érdekelnek hasonló társasjátékos tartalmak, akár bemutatók, akár szabálymagyarázó videók, akkor kattintsatok ide!